A gyermekruhák sokasága mellett arcfestés és mesedél után is színesítette a Munkásművelődési Központban szervezett Tökmak Bazárt. A kezdeményezés kapcsán Kovács Rózsa ügyvezető igazgató elmondta, az akció jóval több, mint egy bababörze, hiszen a ruhanemük mellett kicsiket és nagyokat egyaránt érdekes elfoglaltságok vártak, így alkotva ezzel egy komplex családi délutánt az intézményben. Ugye ez egy hagyományos bababörze lehetne, ha csak az lenne. De nem, itt vannak a kézműveseink, arcot festenek, hennáznak, a népmesepont teljes gözze, bábelőadás, táncokat tart fönt. Egy komplex családi program, mind a mellett, hogy ugye 25 kismama jelentkezett be, és külön élmény, hogy hozták a gyermekeiket, együtt el vagyunk, és remélem, hogy a Tökmak Bazár januártól egy hagyományt teremtő rendezvényünk lesz, és szeretnénk minden hónapban megrendezni, természetesen úgy, hogy idővel majd kimegyünk. A kezdeményezés kapcsán Szabó Ilona szervező elmondta, a Tökmak Bazár alapvetően egy baba-mama bőrze, ám itt a vásárláson túl programok is várják a résztvevőket. Tulajdonképpen ez egy baba-mama bazár, csak egy kicsit tovább gondoltuk, és szerintünk kicsit tovább-tovább gondoltuk, tehát különböző foglalkozásokkal bővítettük ki ezt a rendezvényt, hogyha lehet így mondani. Mint látjátok, anyukák vannak itt a területen, és hozták a gyermekeik kinőtt ruháit, illetve játékait, és ezeket szeretnénk továbbadni olyan anyukáknak, akiknek erre szüksége van, mert most pont ebbe a korcsoportba lépnek, és meg tudják ezeket vásárolni, nyilván lényegesen olcsóbban, mint a bolti áron. A szervező hozzátette, Vince Pál Viktóriával közösen az volt a céljuk, hogy egy igazán különleges kezdeményezést valósítsanak meg. Kitaláltuk azt, hogy mi lenne, ha lennének foglalkozások. Családosan el tudnak jönni, és esetleg amíg anyuka vásárol, addig tudnak fönt foglalkozásokban részt venni. Vannak arcfestés, hennáz, illetve van bábelőadás, mesés bábelőadás fönt az első emeleten. És akkor addig tudnak a gyerekek elfoglaltságot, vagy a szülők is apukával együtt, amíg anyuka nézelődik, vagy akár a gyerekkel is tudnak utána körbejönni. De ez egy szuper program. Szeretnénk, hogyha ez rendhagyó lenne, mert ez egy családi programnak szerintem simán belefér. A rendezvény kézműves kínálatát bővítették, a Salgó Judit kézműves vállalkozó által készített állonfogók is. Az egyik kedves barátnőm meghívására kerültem ide az MMK-nak a Tökmak bazárjába, ahol a gyermekruhák mellett lehetőséget kaptunk mi kézművesek is részt venni ezen a kis bazáron. Én jelen pillanatban makramé állonfogókat készítek, illetve fali dekorációkat, ezt mind én készítem saját kézzel, örömmel, szívvel, lélekkel, úgyhogy bízom benne, hogy minél több emberhez eljut a munkásságom. A Munkásművelődési Központban szervezett programok részleteiről az intézmény hivatalos oldalán tájékozódhatnak az érdeklődők.